fontos beruházások Máriapócson, a Pápatér megújítására 300, energetikai korszerűsítésre több mint 200 millió forintot fordíthatott az önkormányzat 2019-ben. Figyeljünk a mértékre, a túlzásba vitt alkoholfogyasztás és a nem megfelelő minőségű ital komoly károkat, akár végzetes alkoholmérgezést is okozhat. Rekord, soha annyi látogatója nem volt még a nyíregyházi állatparknak, mint 2019-ben. Sikerült kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket 2019-ben Máriapócson. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Zöldváros program részeként mintegy 300 millió forintból megújult a Pápa tér. Több mint 200 millió forint értékben energetikai korszerűsítésen estek át az önkormányzathoz tartozó épületek, rövidesen pedig elkezdődik a település külterületi útjainak fejlesztése. Sikeres évet tudhat magáénak Máriapócs. A városban ugyanis több kisebb és néhány nagyobb beruházás is megvalósult 2019-ben. A település 22 millió forintból fejleszthetett a Magyar Falu programban, ennek részeként eszközbeszerzésre került sor a védőnői szolgálatban, felújították a házasságkötőterem belsejét, sikerült forrást igényelni rendezvények lebonyolítására, valamint új munkahelyek létrehozására is. Két másik pályázati kiírásban is kedvező elbírálásban részesült Máriapócs, amelyeknek az összértéke meghaladta a 500 millió forintot. Egyik ennek a Szent II. János Pál pápáról elnevezett tér felújítása, ahol egy kilátó és egy Krisztus szobor is helyet kapott. A legjelentősebb az úgynevezett zöldváros beruházás, ez a mostani Pápatérnek a szép komfortossába tétele, park kialakítása. A energetikai pályázat, amely takarná a mostani hivatal és a megmaradó régi hivatal, a piac, a civilháznak a energiaellátását, tehát napelemeket rakottunk rá az épületekre, illetve az óvodában, iskolában megújuló energiával fűtéskorszerűsítés valósul meg, ennek a beruházását elkezdtük, de ez jövőre fog átmenni. Folyamatban van továbbá a Máriapócs és Nyírbogát közötti kerékpárút építése, ennek átadása szintén 2020 első felére esedékes, valamint 2020-ban kezdik meg a település egyik igen forgalmas, de rossz állapotban lévő útjának felújítását, amely a vasútállomást és az M3-as autópályát köti össze. Mindez része annak a törekvésnek, hogy a turizmus a jövőben is szerves részét képezze a településnek. Máriapócs világszerte ismert zarándokhely, hírnevét a görög-katolikus kegytemplomnak köszönheti, így az önkormányzatnak is bőven van feladata abban, hogy a látogatók kedvező feltételekkel jussanak el a városba. Tovább is lenne a feladat a Máriapócsnak, hogy az ide érkező több százer fő hívőt, illetve turistát tudja fogadni, ehhez mindent megteszünk. Ami nagyon nagy feladat, a pályázatokat szeretnénk kihasználni, elsősorban a 100%-os pályázatokat, ami ezen részt nem kell biztosítani, de nagy ugrálási lehetőség azért nincs, ezt be kell vallani, tehát a szigorúan vett költségvetést kell végigtartanunk, és akkor nem lesz gond. A már említett több százezer látogató elszállásolásában nagy segítséget jelenthet az is a jövőben, hogy az elmúlt évben 5 magánszemély pályázott sikeresen, egyenként mintegy 50 millió forint értékben, hogy turistaházakat hozzanak létre Máriapócson. Országszerte több ezer riasztást kapnak a mentők szilveszterkor. Ezek egy része közúti balesetek és pirotechnikai eszközök miatti sérülés, de a legtöbb esetben az alkoholfogyasztással van összefüggésben. A mértéktelen fogyasztás és a nem megfelelő minőségű ital komoly károkat, akár végzetes alkoholmérgezést is okozhat. Ha évvége, akkor céges bulik, karácsonyi összejövetelek és szilveszter. Mind a bulizásról, jókedvről és elkerülhetetlenül az alkoholról szól. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy ügyeljünk ilyenkor is a mértékletes fogyasztásra. A nagyobb kórházak toxikológiai osztályain naponta 5-10 beteget kezelnek etilalkohol mérgezéssel, ami a laikusok számára annyit jelent, hogy az illető teljesen részegre issza magát.
Gyakorlatilag ugye az ittasság, részegség, alkohol, mérgezés az a spektrum, ami egy alkoholfogyasztás kapcsán előfordul. Az egyéni érzékenység szabja azt meg, hogy kinek mennyi alkohol az, amely már megárthat. Sajnos azt is meg kell mondani, hogy időnként nem csak az alkohol kórokú szerepe merül itt fel, hanem esetleg egyéb teljesítményfokozók, élvezeti szerek szerepe is benne van, amely kombinálva sokkal hamarabb, sokkal kevesebb alkohol mennyiségnél is nagyobb problémát tud okozni. Tehát én azt gondolom, hogy a mértékletesség az. Mindenki tudja azt, hogy neki mi az elég, és tudjunk megállt mondani. Nagyon fontos az, hogy ne fogadjunk el idegenektől szórakozó helyen olyan alkoholt, amelynek az eredete nem tisztázott. A minőség kérdését évről évre komolyabban kell venni, főleg a fiatalok körében. Az Egészségügyi Világszervezet egy felmérése alapján a megkérdezett magyar lányok 33,5%-a 15 éves korára már legalább kétszer volt részeg. A fiúknál ez az adat 41,2%. Az alkohol hatásának szempontjából fontos a gyomor telítettségi állapota is. Ezért szokták javasolni a szakemberek, hogy éj gyomorra, ne fogyasszunk alkoholt, és italozás közben is együnk szilárd ételt, ami felszívja az alkoholt. Az alkoholmérgezésnek számos kezdeti tünete van, ezek közül a legismertebb a széles alapú járás és a nehézkes kommunikáció. Az alkoholmérgezés az már az ittasságnak az a stádiuma, amikor a személy önmagát menteni képtelen. Ilyenkor már a tudatállapot beszűkült, akár mélyen eszméletlen állapotba is kerülhet egy alkoholmérgezett beteg. Ennek több veszélye is van, egyrészt az eszméletlen állapot miatt a fulladás veszély, másrészt, hogyha közterületen következik be, akár ki is hűlhet, de hogyha, mint mondtam, ez esetleg más szerrel együtt párosul, akkor szívritmuszavar, szívmegállapot, légzésbénulás is bekövetkezhet, tehát az alkoholmérgezés az egy komoly sürgősségi ellátást igénylő kórkép, az ilyen személyhez mindenképpen mentőszolgálatot kell riasztani, és nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magára. A szakember azt tanácsolja, ilyenkor ellenőrizzük rendszeresen a légzését, és ha az illető hányni kezd, fordítsuk stabil oldalfekvésbe. Így megelőzhetjük a fulladást és az ezzel keletkező maradandó károsodásokat. A szilveszterkor elkóborolt kutyáknak alig a fele jut haza az ünnepek után. A tűzijáték használata egyre szigorúbb feltételekhez kötött, és a gazdik is egyre figyelmesebbek. A statisztikai adatok még mindig elkeserítőek a szakemberek szerint. Ezért arra kérik a gazdikat, hogy az évben erre az egy éjszakára zárják biztonságos helyre a kinti kutyákat is. Ha lehet, inkább engedjék be őket a lakásba. Egy felelősségteljes gazdi tudja, szilveszterkor különös figyelmet kell fordítani házi kedvencére. Bár hivatalosan tilos petárdázni az év utolsó napján, és a tűzi játékokat, pirotechnikai eszközöket is csak korlátok között lehet használni, sajnos mindig vannak szabályszegők, aminek gyakran a kutya issza meg a levét. A lakásban tartott kutyák elszökni nem igazán tudnak, de sokkot kaphatnak ők is a különböző zajoktól és hanghatásoktól. Számukra a bőséges vacsora, a gazdi jelenléte, a leengedett redőnyök és a nyugi cseppek jelenthetik a megnyugvást. A kertben tartott kutyáknál azonban már más a helyzet. Kinti kutyáknál elsődleges dolog az, hogy valamilyen zárt helyre próbáljuk a kedvencünket elhelyezni. Egy nap egy évben én azt gondolom, hogy kibírható, hogy beengedjük a kutyákat legalább az előszobába, vagy tényleg a fürdőszobába, bármilyen olyan helyre, ahol nem tud kárt tenni. Hiszen ilyenkor, hogyha meghall ugye egy petárdát vagy tűzijátékot, ami lehet, hogy közvetlen közelében robban, nem tudja, hogy mi történik, pánikba esik, és akármilyen biztonságosnak vili a gazdi a kerítést, ilyenkor gyakorlatilag csodákra képesek a kutyák, és bármilyen áthatolhatatlannak tűnő kerítésen is képesek kijutni az utcára. Ilyenkor sokkot kapnak, nem nézik, hogy mi történik, csak azt látják, azt érzik, hogy menekülniük kell valami elől, amit nem tudnak, hogy mi az. Az állatvédők egyöntetűen és határozottan arra kérik a gazdikat, ilyenkor soha ne kössék láncra a kutyát. Bár a gazdi azt gondolja, ez a legbiztonságosabb módja annak, hogy megakadályozza a szökést, ez nem így van. Ilyenkor ugye az erejük az adrenalin miatt többszörösen lesz, és képesek elszakítani a legdurvább, legerősebb láncot is. És sajnos találkoztunk már olyan példákkal, amikor ugye a kerítés állította meg a kutyát láncostól, és hát nem lett jó vége a történetnek, tehát feltekerte a láncon magát, hiszen a pániktól nem látott és nem hallott, úgyhogy nagyon fontos, hogy sose alkalmazzuk ezt a módszert. Próbáljuk őket megnyugtatni, vannak különféle nyugi cseppek. A gazdinak a jelenléte is nagyon fontos ezekben az esetekben. Szilveszter előtt mindenképpen ellenőriztessük a csippeket, az legyen regisztrálva, és figyeljünk arra, hogy ne csak a kutya adatai, a gazdi is legyenek valósak.
Így kerülhet haza a legnagyobb valószínűséggel az elkóborolt kutya. A legfrissebb fotót küldjük el állatmentő szervezeteknek, és használjuk a közösségi oldalak adta lehetőségeket is, ha megtörténik a baj. A rekord látogatószám mellett idén is állat, bébik és szakmai események sorára lehet büszke a Nyíregyházi Állatpark, amelynek munkatársai a tudományos munkában is remekeltek. Több nemzetközi programban vettek részt. A Sóstó Zóóban jövőre sem áll meg az élet, hamarosan újabb jelentős projektbe kezdenek. Soha annyi látogató nem járt még a Nyíregyházi Állatparkban éves szinten, mint idén, mintegy 600 ezer vendéget fogadott a létesítmény. Legutóbb az úgynevezett 100 forintos napon keresték fel sokan az út, akik rászorulókat segítő ajándékokat is hoztak magukkal cserébe a kedvezményes belépőjegyért. Ezen a novemberi napon több mint 16 ezeren voltak kíváncsiak az ott élő állatokra. 2019-ben is volt mire rácsodálkozniuk az ideérkezőknek, sok minden megújult, mások mellett a park vizuális megjelenése, új madárház épült, és a gólya is sűrűn megfordult a parkban. Idén a majmok remekeltek, és a vendégek kedvencei, úgyhogy nagyon sok kis majom persze hozta a vendégeket, de olyan különlegességek is történtek nálunk, mint például a vörös macska medve, az úgynevezett kis panda ikrek születése, amik abszolút vonzák a látogatókat, és hát megújult az egész park dizájnja. Tavaly kezdődött, és igazából most debütált az első üzleti évével az új sétány és a látogatóközpont. Szakmai eseményekből sem volt hiány. Tavasszal a cápákról és a porcos halakról rendeztek nemzetközi konferenciát 17 ország közel 60 szakemberének részvételével. Itt arról volt szó, hogyan lehet ezeket az állatokat gyógyítani, megmenteni és a túlélésüket a természetben biztosítani. Egy másik jelentős konferenciára is sor került évközben, ennek középpontjában az Ausztráliában őshonos erszényes állatok álltak. A zoo sikeres működéséhez az itt dolgozók tudományos munkája is elengedhetetlen. Részt veszünk például a vietnámi gibon megmentési programba, de számos más érdekes nemzetközi aktivitásunk is van. Például az európai zoopedagógiai programok kidolgozásának is komoly részesei vagyunk. A Nyíregyházi Állatparknak mintaszerű zooiskolás programja van, és ezt Európában igyekszünk terjeszteni, és az Európai Szövetségen belül ennek nagy fogadókészsége van. Az állatpark a digitalizációval is tartja a lépést. Nemrég egy applikációt dolgoztak ki egy nyíregyházi céggel közösen, ez jelenleg próbaüzemben működik. Célja pedig, hogy használatával minél kevesebb papírt kelljen használni, hiszen a kinyomtatott térképek helyett ez kalauzolja el úti céljukhoz a látogatókat a parkon belül. Bár az alkalmazás még finomításra szorul, már most sikernek örvend a vendégek körében. Akár csak az elektronikus jegyvásárlás, amit szintén egyre többen választanak. Azóban már a jövő évre vonatkozó tervek is megvannak. Hamarosan egy nagy volumenű építkezés kezdődik. Az India ház a zöld piramis kis testvére lesz, és segítségével India állat és növényvilágával tudunk majd megismerkedni, várhatóan már egy év múlva. A KSH elemzése alapján idén majdnem 10%-kal többször utaztak külföldre a magyarok az előző évhez képest. A legnépszerűbb úti cél Görögország volt, de Horvátországban is közel 50 milliárd forintot hagytak ott a nyaralók. Belföldön továbbra is a Balaton környéki városok a legkeresettebbek. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is Görögország volt a legnépszerűbb külföldi úti cél a magyarok körében, legyen szó buszos vagy repülős, csoportos vagy egyéni utazásról. A turisztikai vonzerőt a görög életvitel, a páratlan kultúra és a különleges gasztronómia jelenti. De nem csak Görögország van a legkedveltebb többnapos nyaralások listáján évek óta. Ezután talán azt lehet mondani, hogy jobban az árak ugyan magasabbak lettek, de még mindig Törökország, hiszen ott a nyújtott szolgáltatásokat sehol máshol nem tudják megkapni az utasok ilyen közeli desztinációban. Tehát még mindig Törökország az, ami szintén ezek miatt ugye vezetőhelyen van, és Horvátország az, ami egyéni közlekedésben ugye a közelsége miatt ugye az emberek akár csak egy hétvégére is leruccanak a horvát tengerpartra. Tehát ezek azt lehet mondani, hogy évek óta ez a hármas ugye uralja már az első dobogós
helyeket, úgyhogy nagy változás nem történt. Újdonságok nyilván jöttek a 2019-es évben is, de azok még mindig alacsony száma, tehát egy Montenegró, egy Albánia, Szlovénia, azok még mindig ugye alacsony számmal vesznek részt a turisztikai piacon, de azért szép sikereket érhetünk el ott is. A Portfolio.hu felmérése szerint a külföldre utazó magyarok közel 350 milliárd forintot költöttek, ebből 49 milliárdot csak Horvátországban. Naponta fejenként átlagosan 13.500 forintot költöttek, ez valamivel kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A kiadások több mint 30%-át élelmiszerre, közel ugyanennyit szállásra és vendéglátó szolgáltatásra, 15%-ot kulturális, sport és egyéb turisztikai szolgáltatásokra, 7,5%-ot pedig közlekedésre és üzemanyagra fordítottak a külföldi utazások során. A sok hosszú hétvége miatt azonban a belföldi úti célok is népszerűek voltak. A belföldi úti céloknál ugye még mindig elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon sok hosszú hétvégénk van. Ugye emiatt a hosszú hétvégéken folyamatosan tele vannak a wellness szállodák. Ugye a Balaton az nyáron évek óta kiteheti a megtelt táblát, és a Velencei tó is hasonló módon a nyári időszakban nagyon tele van, nagyon nehéz már helyeket kapni, de én azt gondolom, hogy a belföld ugye főleg ugye a szépkártyás forgalomnak köszönheti ezt a kimagasló eredményt. 2019-ben a magyarok utazásainak közel 60%-a egynapos út volt, ezek főleg rokon és barátlátogatások vagy szabadidős célú utak voltak. A legtöbben Ausztriába és Szlovákiába utaztak ilyen célokkal. 45 érmet szereztek az elmúlt tanévben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák sportolók az országos döntőkben. A nyíregyházi Móricz röplabdázói képviselték Magyarországot Porecsben az ISF U15-ös világbajnokságon. Jövőre ismét a megye ad otthont a negyedik korcsoportos összevont labdajátékok országos döntőjének. Az elmúlt esztendőkhöz hasonló éremterméssel zárták az előző tanévet a megye diák sportolói, az országos döntőkben 16 arany, 13 ezüst és 16 bronzérem volt a termés. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület regionális versenyeket és országos elődöntőket rendezett az általános és középiskolás diákok számára. Mint Barasi Endre elmondta, az eredmények mögött a diákok és testnevelők munkája mellett a javuló infrastruktúrális helyzetnek is szerepe van. Mozgalmas tanévet zártunk, azt hiszem ezt most is elmondhatjuk, hiszen azért a diáksport élet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az utóbbi időben, én úgy gondolom, hogy egy egész magas szinten van már, és ez természetesen ez nagy rész köszönhető azoknak a szülőknek, testnevelőknek, pedagógusoknak, és természetesen elsősorban a gyerekeknek, akik mind-mind időt és energiát szakítanak arra, hogy valóban a különböző sportágakban meg tudják mutatni magukat. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az azt jelenti, hogy több mint 10 000 gyerek az, aki folyamatosan sportol, valamilyen diáksport rendezvényen jelen van, valamilyen versenysorozatban részt vesz, és ugye itt a paletta az nagyon széles, tehát itt tényleg majdnem minden sportágban ki tudják magukat próbálni. És hál' Istennek most már ezzel a körülmények is, ezt mindenképpen meg kell említeni, hogy olyanok, hogy valóban olyan körülmények között, olyan infrastruktúrális feltételek mellett tudnak sportolni a gyerekek, legyen szó akár úszásról, atlétikáról, labdajátékokról, amelyekben nem csak az van biztosítva, hogy magát a versenyt, a játékot, a sportot kipróbálják, hanem biztosítva van az is, hogy természetesen a körülmények azok a biztonság szempontjából is, az ő egészségük szempontjából is olyanok, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy esetleg majd amiatt lesz valamilyen sérülése bárkinek, hogy kopott a pálya, vagy éppen vannak különböző problémák. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy az infrastruktúrális feltételekben hála a magyar kormánynak sikerült előrelépni nagyon jelentőset. A 45 érem megszerzéséből a megyeszékhely intézményeinek diákjai mellett több más település iskolájának sportolói is kivették részüket. Nem Nyíregyháza központúak vagyunk, de hogyha Nyíregyházáról kell beszélni, akkor itt ugye a röplabdát azt mindenképpen úgy gondolom, hogy ez egy olyan sikersportág a diákolimpia területén is, amely minden évben hozza azokat az eredményeket, országos döntőkbe, országos elődöntőkbe, különböző más versenyeken is, akár külföldön is, hiszen nemzetközi tornákon is rendre megmérettetnek az országos diákolimpiai elsőségnek megfelelően ezek az iskolák, hogy őket természetesen meg kell most is említenünk. Ilyen például akár mondjuk a Móricz, vagy ilyen például ugye a Vasvári, akik
nagyon komoly eredményeket érnek el a röplabda területén. Hogyha egy kicsit kimegyünk Nyíregyházán kívülre, akkor mindenképpen meg lehet említeni például Vásáros Naményt, akik az úszás sportágban hoznak évről évre olyan eredményeket, olyan teljesítményeket nyújtanak, amelyre tényleg felkapja az ember a fejét, pláne úgy, hogy azt is tudni kell azért, természetesen az igazsághoz hozzátartozik, hogy mondjuk egy Vásáros Naményi diák 50 méteres medencével sokszor csak mondjuk az országos döntőn találkozik. Nekik az edzés körülmények teljesen mások, és azért ez egy komoly hátrányt jelent, versenyhátrányt, és mégis le tudják küzdeni, tehát hál' itt is azért a pedagógusokat ki kell emelni. Vagy hogyha mondjuk a tornasportágat említjük, akkor a Kisvárdai Besenyeit is meg lehet, természetesen fel lehet hozni példaként, vagy ugye itt Nyíregyházán az Ötvöst, amelyek szintén rendre hoznak olyan eredményeket, és nevelnek ki olyan sportolókat, akik aztán a későbbiekben lehet, hogy a versenysportban is tudnak majd stabilitást jelenteni adott szakágban. Az Egyesület idén is megtartotta évzáró gáláját, amelyen a legeredményesebb sportolók, csapatok, jó tanulók, jó sportolók és testnevelő tanárok vertek át elismeréseket a megyeháza dísztermében. Jövőre pedig ismét rendez országos döntő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, a 4. korcsoportos összevont labdajátékok végjátékának ad majd otthont Nyíregyháza és Kisvárda. Híradónk végén lássuk a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Sikerült élni a lehetőségekkel, így értékelte Mária Pócs 2019-es évét a város polgármestere. Mintegy 300 millió forint értékben megújult a Szent II. János Pál pápatér, az önkormányzathoz tartozó épületek energetikai korszerűsítésére pedig több mint 200 millió forintot vettek igénybe. A zarándokok és turisták által kedvelt településen a jövőben is folytatódnak a munkálatok, amelyek leginkább a közlekedés fejlesztésére irányulnak. Országszerte több ezer riasztást kapnak a mentők szilveszterkor. Ezek egy része közúti balesetek és pirotechnikai eszközök miatti sérülés, de a legtöbb eset az alkoholfogyasztással van összefüggésben. A mértéktelen fogyasztás és a nem megfelelő minőségű ital komoly károkat, akár végzetes alkoholmérgezést is okozhat. A nagyobb kórházak toxikológiai osztályain naponta 5-10 beteget kezelnek etilalkoholmérgezéssel. A mintegy 600 ezres rekord látogatószám mellett idén is állatbébik és szakmai események sorára lehet büszke a Nyíregyházi Állatpark, amelynek munkatársai a tudományos munkában is remekeltek, több nemzetközi programban vettek részt. A sóstúzóban jövőre sem áll meg az élet, hamarosan újabb jelentős projektbe, a zöld piramis kis testvére az Indiaház építésébe kezdenek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 31-én, kedden. Köszönjük az egész éves figyelmüket, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!